2005-ben a nagyon neves Spine magazinban megjelent egy elég kemény japán kutatás. Japán kutatók 52 ilyen madárnak a nyaki gerinc ívét, a természet sívét alakították át egy ellenirányú görbületté, egy úgynevezett nyaki kifózissá. Úgyhogy csináltak nekik egy laminektómiát, azaz lefűrészelték itt a C4-es, C5-ös, tehát a nyak közepén lévő csigolyáknak az ívét. Picit megbuherálták a mindkét oldali csigolya közti ízületet, így a nyaki gerinc egy másik irányú görbületté alakult át. Ezt úgy képzeld el, hogy a nyaki gerince a madárnak is ebbe az irányba görbül. Azt majd szabad meg kommentben, hogy 6 éves gyereket iskolai retté nyilvánítaná le, hogyha ilyet rajzol, de mindegy. Tehát így görbül a nyak, a csigolya a gerinc csatornában ilyenkor a gerinc felő ugyanúgy szépen kellemesen jó terekkel húzódik, de hogyha átvarázsolod a madárnak a nyakát egy ellentétes irányú ívbe, akkor logikusan látható, hogy a gerincvelő itt a csigolyákon belül egy nagyfokú húzás alá kerül. Tehát ebből a kellemes pozícióból, ahol egy kicsit ötyi-lötyin el van, ott azért eléggé megcibálod az alját tetejét, és ráküldöd erre a kifózisnak a csúcspontjára, a 4-5-ös csigolyához, és figyelték a kutatók, hogy mi történik, amikor ez bekövetkezik. És ami kijött, az elég kemény volt. A madár gerincvelőjének az előső szarvában ezt úgy tud elképzelni, hogyha lenyakazzuk a madarat itt, és csinálunk egy keresztmetszeti képet, akkor a gerincvelő úgy néz ki, hogy egy pillangó, itt van a hátulsó, oldalsó, előső szarva, tehát itt vannak a mozgató idegsejtek, tehát itt az előső szarvban elkezdtek mindenféle demielinizációs folyamatok kialakulni, ez azt jelenti, hogy az ideget körbe vevő ilyen mielin hüvely burok, ami biztosítja az idegeknek a védelmét, a jeleknek, elektromos és kémiai jeleknek a gyors továbbítódását, az elkezdett leépülni a madárnak a nyakában itt a húzás meg a kompresszió miatt. Ez egy kemény dolog, ez tovább terjedt egyébként idővel az oldalsó és a hátulsó szarvra, és akkor angiogramban megnézték azt, hogy mi történik az erekkel itt a gerincvelőn belül, akkor kijött az, hogy az előső szarvhoz vezető erek azok szépen elkezdtek elhalogatni ennek a mechanikai változásnak a következtében. Akkor nekünk embereknek félnünk kell a nyaki gerinc kifózisától, ez ránk nézve is ilyen drámai vonatkozásokkal járhat. Dehogy. Egyrészt nem vagyunk madarak, teljesen más a nyaki gerincünknek a felépítése, és ami óriási nagy különbség az, hogy mi nem így alakítjuk ki egy radikális műtéti beavatkozás következtében a nyaki kifózisunkat, hanem szép, lassan dolgozunk meg érte, és így a gerincvelőnk is hozzá tud ehhez szokni. Úgyhogy ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan alakítjuk ki azt a nyaki kifózisunkat, ami régen abszolút nem volt jellemző az emberre, nem is nagyon fordult elő, tehát mi ennek az oka, mert ez egy modern életmódi képződmény, ha ezt értjük, akkor sokkal könnyebben fogunk tenni a megelőzése és a megoldása érdekében. Megnézzük, hogy ez nálunk mivel jár, abszolút nincsenek ennyire drámai következményei, de azért esélyeket okoz sajnos. És természetesen megnézzük azt is, mint minden porckorom videóban, ilyen elvi szinten, hogy milyen elveket érdemes követnünk, hogy ügyesen ki tudjunk jönni belőle, és ne csak a szokásos tiszteletköröket fussuk. Szóval mielőtt belekezdünk, kérlek iratkozz fel a csatornára, ha ezt még nem tetted, mert rengeteget segítesz nekem ezzel abban, hogy emberi információkat tudjuk terjeszteni ezen a területen, vagy lájkold, szólj hozzá, mert úgy tudom, hogy YouTube algoritmusa ilyenkor sokkal több embernek fogja megmutatni, és ezzel nagyban hozzá tudsz járulni az info terjesztéséhez. De akkor kezdjünk is hozzá, és első körben nézzük meg, hogy hogyan alakítjuk ki magunknak a nyaki gerincünknek a rossz görbületét, a kifózisát. Onnan induljunk el, hogy amikor megszületik egy csecsemő, akkor abszolút nincsen nyaki lordózisa, hanem kifotikus, pupos az egész gyerek egy nagy C alak, és azt tudod, hogy egy csecsemőt lerakod egy pozícióba, és túl sokat nyomja a fejét a kiságy, vagy bármi, akkor még a koponyája is eldeformálódik, tehát csomót tudsz kötni a gyerekre, a mechanikai hatások annyira meghatározzák, hogy ő milyenné válik. Mozgásterápiában használunk egy mondást, miszerint a funkció meghatározza a struktúrát, tehát amit csinálsz, olyanná válsz, ez csecsemőkorban abszolút igaz, és ugye az anyuka nem könyörül meg a gyereken, és hagyja, hogy emel hasa fekteti, és nem engedi, csak a hátán feküdjen, és emelgeti a gyerkőc a fejét, akkor egyrészt kialakítja a csigolyáinak, picit hat a csigolyákra, és kialakítja ezt a homorulatot, másrészt megtanítja ezeket az izmokat együtt dolgozni ahhoz, hogy ezt az ívet ezt fenn is tartsuk. Tehát a nyaki gerinc ideális íveért, a lordózisáért megdolgozunk. Miért fontos ez a nyaki lordózis? Azért, mert hogyha megnézed az embernek a fejét, az úgy néz ki, hogy egy kicsit alienes ábra lesz, csak lényeget rajzolom és eltúlzom, több fej van elől, mint hátul. Itt vannak a nyaki csigolyák, most nem rajzolom le mind a hetet, csak egy sematikus ábra lesz. És
azáltal, hogy több fej van elől, mint hátul, állandóan van egy forgató nyomaték, amitől a fejed erre le akar esni. Viszont ezek a dolgoztatott izmok itt hátul gyönyörűen megerősödnek, és pont úgy kompenzálják ki ezt a nyomatékot ezzel a húzással, hogy a fejnek a súlya az nagyjából tengely irányban esik rá a nyaki gerincre. És hogy ez miért jó nekünk? Azért, mert a csigolyák közt lévő porckorongok azok pont ezt szeretik, tehát itt tesznek nagyon-nagyon happy-k, mert pont a tengely irányú terhelést viselik el. Itt vannak a csigolyákat összekötő pici ízületek, ezek is pont ebben a helyzetben érzik jól magukat, nekik van egy érzékeny tokjuk, amiket el tudsz aludni néha, de ez tökéletesen élvezik ezt a helyzetet. Az előről jövő izmok is még egy picit tudnak segíteni ennek ebben a pozícióban, a lordózisban, ennek a forgatónyomatéknak a leküzdésében, tehát mondjuk ez a fejviccentő izom. És ami nagyon fontos, hogy itt a gerincvelőnek, aki itt húzódik a porckorongok mögött és a kis ízületek előtt, tehát ő a gerincvelő, nézd meg, tök jó nagy helye van itt ebben a csatornában, a gerinc csatornában, mert bőven-bőven elfér ebben a lúgban, és ne adj Isten, ez a porckorong úgy dönt, hogy elkezd egy sérvet növeszteni, hát na bum, bőven van hely a kettő között. Tehát elég masszív porckorong sérvet kell növeszteni nyaki szakaszon ahhoz, hogy a gerincvelő itt rosszul érezze magát, hogy azok a kilépő idegek, amik mennek a kézbe karba, azok esetleg meg tudjanak nyomódni egy porckorongsér váltat. Tehát ez egy nagyon ideális felállás, ezért marha jó, hogy csecsemőkorban kialakítjuk a lordózisunkat, még egyszer, ilyenkor tengely irányból jön a terhelés az alkatrészekre, tehát nagyon nehezen kopnak el, mert pont erre jók, és tök jó sok helye van a kilépő idegnek, és jól érzi magát a gerincvelő, aki a mozgató, a muzigáló a fejem, nagyon jól tudnak idomulni, helyezkedni, tehát így alakítjuk ki a nyaki gerincnek a lordózisát. Most, hogy a nyaki gerincnek az ideális ívét a lordózis átvettük, itt az alapozó részben még néhány alkatrészt, néhány szalagot nézzünk meg a nyaki gerincen. Erre néz most Samu, erre van az orra és ez a hátunk, ezek a tövis nyúlványok, amiket érzel a nyakadon, ha tapizod. Ezeket összeköti egy szalag itt hátul, a szalagok arra valók, hogy a csontjaink ne essenek szét, tehát van egy hosszú szalag itt a tövis nyúlványokon, illetve a tövis nyúlványok között is található csigolyánként egy-egy nagyon-nagyon erős szalag itt és itt, ezt általában az anatómiai könyvek mindig rosszul ábrázolják, mert az 1800-as években egy anatómus rossz lefutással ábrázolta, és mindenki ezt veszi el. Mindegy, hogy nagyon fontos lesz nekünk, de van egy erős kötőszövetes szalag itt is, ezt ligamentum nukjénak hívjuk, mert kitölti itt a homorulatban a teret, de van hátul szalag, még itt a csigolya ívek között is, amit sárga szalagnak nevezünk, az jegyez meg, hogy itt baromi sok szalag található, és megbeszéltük, hogy funkció meghatározza a struktúrát, tehát olyan leszel, amilyenre használod magad, ez egy felnőtt korban is igaz. És most nézzük át, hogy az ideális gerinc az hogyan hordja magát. Most onnantól kezdve, hogy a 6 és 12 éves korunk között kialakítjuk a gerincünknek az ideális görbületeit, onnantól kezdve a gerincünknek nagyon jó dolga van, mert a gerincet modellezhetjük úgy, mint fogaskerékrendszer. Hogyha az egyik szakaszát mozgatom, akkor a másik szakasza is mozogni fog vele. Nézd meg, hogyha a hátamat pupozom, akkor nyaki lordózisom egy picit elveszik, a derekam kicsit pupos lesz, de ha a derekamat homorítom, akkor a hátam kevésbé pupos, és a nyaki lordózisom is szépen visszatér. Tehát, hogyha megvan a nyaki és az ágyéki lordózisom is, mindenki arra tekeredik, amerre neki ideális, akkor viszonylag kevés izommunka kell a különböző szakaszokon, hiszen együtt dolgozva gyönyörűen fenn fogják tartani ezt az ívet, és így tudok jönni, menni. A lordózisaim szépen megvannak, a porckorongjaim boldogok, az izmoknak nem kell túl működni, tehát így az összes alkatrészem jól és jól fogja magát érezni. De a testem az az állásra, járásra optimalizált, tehát ott tudnak így együttműködni ilyen fogaskerék rendszerben a gerincemnek a különböző szakaszait működő izmok. Az ülésre annyira nem vagyok alkalmas, mert ilyenkor nagyon sok cuccom lesz elől, nagyon sok bordakosár van elől, nagyon sok fej van elől, de nem tudja ezt a rengeteg törzsizom megtartani, hanem ezek a két hátsó kis virsli, a gerincnek a feszítői, a gerinc erektorai tartják meg, akik erre nem alkalmasak. De ki azt mondja, hogy így kéne ülnöd egész nap, mert ez az anatómiailag helyes, meg biomechanikailag ergonomikailag helyes felállás, mondd meg neki, hogy üljön így egy órán keresztül, meg fog halni. Ez nem működik, erre alkalmatlanok vagyunk. Ez a két izom ez feszít, mint a pajszer egy percig, utána oxigénért kezd el könyörögni, és persze, hogy át fogsz lényegülni ide. És ilyenkor mi történik? A medencéd elbillen erre felé, az alsó fogaskerék, ezért a háti gerincet puposabbá válik, és a nyaki gerincet kiegyenesedik. Tehát a nyaki lordózist elkezdjük kivasalni. És a nyaki lordózis kiegyenesedése volt az az út, ahogy a nagypapáink és a szüleink azok idő előtt egy picit jobban tönkretették a nyaki gerincüket, és ezt mutatom, hogy miért. Nézd meg, hogy abból a gyönyörű lordózisból, amit az előbb lerajzoltam, a 7 kilós buci fejed az elindul előre felé, mert ilyenkor elindul előre felé,
Akkor az történik, hogy csigolyái elkezdenek elmászni előre felé, a 7 kilós fej az egyre jobban előre kerül. Olvasni ilyen hülyeségeket az interneten, hogy a fejnek a súlya nő, az én fejem súlya az bárhol van ugyanakkora, viszont az izmoknak sokkal jobb munkát kell kifejteni ahhoz, hogy ellensúlyozzák ezt az általa kifejtett nyomatékot. Tehát az a lényeg, hogy egyre több meló kell ezektől az izmoktól, hogy az előre került fejnek a súlyát ki tudják kompenzálni, hogy csúsznak el a csigolyák, ez egy nyíróerőt is jelent, tehát kompressziós és nyíróerő is lesz a porckorongokon. Hát ők nem lesznek boldogok. Ha nagy a nyomás a porckorongon, akkor az el tud kezdeni vizet kitolni magából, picit lelapul, ilyenkor közelebb kerülnek a csigolyákat összekötő izületek felszíne, ezeket könnyen be tudjuk csípni, ilyenkor ússzuk el a nyakunkat. De hát pusztán ezek az izmok is, amik tartják a fejet, ezek is sokkal nagyobb munkára kényszerülnek ilyenkor. Nincs meg ez a rendes feszít-lazít mechanizmus, tehát rengeteg anyagcsere zavar tud kialakulni bennük, változhat a pH-juk, eltolódhat az izom belseje egy ilyen savas irányba, az érzékenyíti az idegsejteket, és már is masszívan meg tud fájdulni a nyakat környékén az összes izom. Tehát ezek kellemetlen dolgok, de ez még nem nyaki kifózis, ez annak a mechanizmusa, hogy hogyan csináltak maguknak 50-60-70 éves korukra a szüleink nyaki porckorongsérvet, nyaki degenerációkat. Mi ennél jóval tovább megyünk. Amíg a nagypapáink és apukáink a kiegyenesedett lordózisukkal együtt lefele néztek, mert írtak, gépeltek, olvastak, valamit itt szögeltek, csináltak maguk előtt, tehát mindig lefele nézett a fej, még mi életünkben jelent meg iszonyatosan nagy mennyiségben az a szélvédő, meg a screen, a képernyő. Tehát nekünk nem volt elég az, hogy elbillentjük a medencét, erre pupozzuk a hátunkat, kivasaljuk a lordózisunkat és nyírjuk a csigolyáinkat, hanem a kiegyenesedett lordózisunkat azáltal, hogy képernyőt bámulunk, ugyanúgy kiegyenesedik a lordózisunk, viszont egy ponton vissza fogjuk törni. Ez hogyan néz ki? Ezt engedd meg, hogy lerajzoljam neked. Tehát ez a nagypapáink kiegyenesedett lordózisa, amit mi abba az irányba viszünk el, hogy itt van a csigolya 1, csigolya 2, csigolya 3, és visszatörjük egy ponton azért, hogy a buci fejünkkel előrefele tudjunk nézni a képernyőre. Ezáltal viszont, hogy ki a kiegyenesedett lordózist egy szögben visszatörjük, ezáltal az alakul ki, hogy itt ez a két tövis nyúlvány, ez elkezd egymáshoz mocsak közel állni. És ezek a lágyrészek, ezek a szalagok, amik itt találhatók 20 év alatt, 30 év alatt, sok év alatt, ebbe a pozícióba bele tudnak rövidülni. Tehát el tudnak kezdeni a szövetek alkalmazkodni ehhez a pozícióhoz. És onnantól kezdve, hogy ilyen rettenetesen közel tartod, nézd meg, ez a rendes lordózis, ez a kiegyenesedett lordózis, ez pedig a visszatörése a kiegyenesedett ívnek, ez a két nyúlvány, ez rettenetesen közel került. És a köztük lévő szalagrendszer el tud kezdeni zsugorodni, elkezd tudni kezdeni zsugorodni az izületi tok, elkezdenek zsugorodni itt a szalagok, és hogyha nagyon sok időt töltünk ebben a helyzetben, akkor a gerincünk egy idő után már nem lesz képes kijönni ebből a pozícióból. Tehát kialakul egy ilyen szöveti rövidülés. De ha ez még nem egy ilyen rögzült dolog, akkor is az idegrendszer megszokja ezt az izommunkát, és egyszerűen nem fogja igazán engedni azt, hogy kijöjjünk belőle, vagy nem leszünk arra tudatosak, hogy hogy kell ebből kijönni. Tehát amikor állnánk föl, akkor is így marad a nyakunk. De menjünk vissza kicsit a fogaskerék elmélethez, tehát hogy lesz ebből nyaki kifózis, mert ez, amit látsz a képen, ez mindig nem egy kifózis. Tehát ez az ember ül és nézi a képernyőt. Tehát amit most látsz, az ez a pozíció, amikor itt zombulok, hát a kiegyenesedett lordózison visszatörik, a két tövis nyúlvány közel kerül egymáshoz és rázsugorodnak a szalagok. Viszont ha ez az ember feláll, és jönne vissza a gerinc görbülete, emlékszel a fogaskerék elméletnek megfelelően, mert azzal, hogy fölállok, a derekam púpját, azt visszatekerem az ágyéki lordózis, az ágyéki homorulat felé, és jönne vissza a nyaki is, csak éppen, ha itt ez a szalag már rövid, nem fog visszaengedni, nem fogja kiengedni ezt a két csigolyát ebbe az állásba, ebbe a felállásba, hanem az fog történni, hogy ő visszajönne, nézd meg, itt az ív, ez nem tud, ezért ez a rövid szalag ki fogja húzni egy kifózisba a nyakat, és ő esetleg visszajön. És ettől lesz az emberünknek egy nyaki gerinc kifózisa itt ebben a csigolya párban, ami például egy MRI felvételen még jobban látszik, hiszen abba gondolj bele, hogy az emberünk egész nap ebben a helyzetben tevékenykedik. Zsugorodnak a szalagja, és az MRI kütyűben le kell rakni a fejét. Tehát ott háton kell feküdnie, tehát ez még jobban meghúzza ezeket a szalagokat, és ki fogja emelni ez a zsugorodott szalag ezt a csigolya párt ide. Tehát ez a mechanizmus annak, hogy mechanikailag hogyan alakul ki a nyaki kifózis, ami egyébként kétfajta lehet. Lehet egy rögzült deformitás, ami azt jelenti, hogy a szalagrendszerhez hozzáadaptálódott, még rosszabb esetben, mert egy kis oszteofiták, csontfelrakódások is kialakulnak, és akkor már nem tudsz kijönni belőle.
csak hosszú munkával, de lehet ez egy szokása az idegrendszernek, hogy megtanulta az izmaidat ebben a kombóban együttműködni, ilyenkor azért egy tudatos munkával, ellazítással, egy kis segítséggel ez akár gyorsabban is egy megoldható dolog lehet. Tehát ez a mechanizmusa a nyaki kifózis kialakulásának. És akkor nézzük meg, hogy mik ránk nézve ennek a konzekvenciái. Azt megbeszéltük, hogy kiesett ordúzis mit okoz. Egyrészt bazira túlterhel itt a lágyrészeket, meg az izmokat, nyírja a porckorongot, hozzá tud járulni a korábbi degenerációhoz. A nyaki kifózis mindezt tudja. Tehát gyakorlatilag pontosan ugyanezekkel a dolgokkal jár, de van egy dolog, amiben viszont jobb. A gerincvelünk, hát jobb idézőjelben, a gerincvelünk az ugyanúgy, mint annak a csirkének itt húzódik. Azzal, hogy egy kifózisba toljuk a nyaki szakaszunkat, az a gyakorlatilag az itt található porckorong, az e között, a két csigolya között található porckorong sokkal közelebb kerül a gerincvelőhöz és a kilépő ideghez. Tehát amíg egy rendes lordotikus nyakban néznek, a homorú a nyakam, itt van a két csigolya, három csigolya, itt van a porckorong, itt húzódik a gerincvelő. Ez a porckorong elkezd sérvesedni, hát bőven van terem porckorong sérvet növeszteni, ez sokkal kisebb eséllyel okoz tünetet, mert van tér. Tehát a nyaki gerincben ez a csatorna, ahol húzódik a gerincvelő, ez nagyon tágas. Tehát bőven van hely patológiákat, meszesedéseket, porckorong sérvet kialakítanom ahhoz, hogy nekem ne legyen semmi gondom. Tehát sokkal tovább kell mennem, hogy bajom és tünetem legyen belőle. Míg, ha a csigolyáim így állnak, és a gerincvelőm ezáltal egy pici húzás alatt van. Ezt egyébként azért szokja meg ellentétben ezzel a madárral, mert mi nem gyorsan alakítjuk ki ezt, tehát adaptálódik a gerincvelő is ezekhez a mechanikai változásokhoz, húzásokhoz, ebből általában nincsen baj. Viszont onnantól kezdve, hogy közelebb kerül a porckoronghoz, onnantól kezdve a porckorongnak sokkal kisebb kiboltosulása is elég ahhoz, hogy ebből tünet, hogy ebből fájdalom, hogy ebből gerincvelő érintettség, hogy ebből gyöki tünet legyen. Arról nem is beszélve, hogy ha a rendes ív helyett ez a porckorong itt ebben a pozícióban él, tehát kap egy állandó ilyen nyomást, azért porckorong sérvet is sokkal könnyebb lesz növeszteni, tehát itt azért egy halmozottan hátrányos pályán játszunk. És akkor nézzük meg azt, bármint megnézzük, kicsit úgy lehet felfogni ezt, mint egy rossz futóműbeállítású autót, ezt a nyaki kifózist, hogy azért el lehet ketyegni egy rossz futóműbeállítású autóval sokáig alkatrész sérülés nélkül, hogyha ezek az alkatrészek nem hajlamosak a sérülésre, és hogyha szerencsénk van, meg nem annyira kitett a rendszer, de azért az esélyek sajnos fokozódnak, és akkor nézzük meg, hogy hogyan rakjuk helyre. Mert ez a legfontosabb kérdés. De alapvetően két utat különböztetnék meg, bár a valóságban ezek nagyon-nagyon összefolynak, nem lehet őket ennyire elválasztani. Az egyik az, amikor még olyan súlyos lágyrész rövidülés itt nincsen, hanem csak az idegrendszeret megszokta, hogy ezeknek az izmoknak az együttműködésével kell tartani a fejnek a súlyát. Tehát ez egy rossz szokás. Ilyenkor, ha valaki segít neked abban, hogy ellazítsd ezeket az izmokat, hogy megtanuld ezt a két tövisnyúlványt távolabb tartani egymástól, akkor akár egy egész gyors javulást, egy nagyon gyors javulást el lehet érni. Itt segíthet egy manuális segítség, segíthet azt, ha megsimogatnak és rámutatnak arra, hogy te hol szoktál izmokat szokásszerűen túlfeszíteni, viszont elkerülhetetlen, hogy a saját idegrendszereddel hangold össze az izmok működését egy ideálisabb jobb nyaki gerinc pozícióba. Ebben elsősorban gyógytornászok, NMPT instruktorok, olyan emberek tudnak segíteni, akik a te tudatos, először tudatos odafigyeléseddel, utána már nem tudatos gerinc használatoddal vigyenek téged, segítsenek téged egy picit előre lépni, ehhez te kell lesz. Tehát ezt rajtad nem tudják megcsinálni, ezt veled együtt egy coaching folyamattal lehet megoldani. Ez az ideális eset. A kevésbé ideális az, amikor a tövisnyúlványok között, fölött, mögött már elkezdett zsugorodni a szalagrendszer, vagy elkezdett zsugorodni itt az izületi tok szalagrendszer. Hát ilyenkor a kollagén szintézisnek a folyamatát és a biológiai rendszereknek az alkalmazkodó képességét kell segítségül hívnunk. Azt kell tudnod, hogy magát a szövetet megnyújtani rövid idő alatt kívülről képtelenség. Tehát erre nincsen tudományos bizonyíték, hogy ezt érdemben tudjuk, hála Istennek. Tehát marha nagy baj lenne, ha valaki meghúzigálná a nyakad, és akkor hirtelen a szöveteid elkezdenének nyúlni. Tehát a biológiai rendszer az úgy fog alkalmazkodni, hogy elkezded ingerelni valamilyen ingerrel, és akkor szép lassan adaptálódni fog hozzá. Ez a szalagok esetén hónapok, akár több mint egy év, akár rossz esetben évek is lehet. Itt az a cél, hogy ezt a két tövisnyúlványt el kell kezdened távolítani egymástól, és életmódszinten távolabb tartani. Mikor elindul a kollagén szintézis, és a szalag szép lassan meg fog hosszabbodni. Nyilván minél régebb óta vagy így, minél idősebb vagy, minél rosszabbak a körülmények, ennek annál limitáltabbak a lehetőségei, viszont amíg életben vagyunk, addig ez az alkalmazkodás ez be tud következni. Itt az a lényeg, hogy meg kell tanulnod úgy tartani ezt a két csontot,
amennyire a szalagrendszer aktuálisan engedi, hogy messzebb legyenek egymástól. És akkor ezekben a szalagokban elindul a kollagénszintézis, picit hosszabbá válnak ezek a szalagok, és akkor így idővel jobban bele fogsz férni a saját nyakadba idézőjelben. Viszont azért ez egy nagyon összetett kérdés, mert akinek ennyire zsugorodnak a szalagjai, annak egy része a tartás, egy része a krónikus stresszeink, egy része az, hogy miért feszegetjük ezeket az izmokat, tehát ez nagyjából te vagy, ami az évek alatt, ez a nyaktartás, ami az évek alatt a személyiséged részévé vált, tehát ahhoz, hogy ebből kiszed magad tartósan a szalagjaidnak most a húzása ellenére, ahhoz egy óriási elhatározás, egy nagyon tudatos munka szükséges, és itt érdemes olyan szakembereket keresni, akik tényleg értenek ehhez, tehát itt gyors helyretételek, gyors csodák nincsenek, hála Istennek, nagy baj lenne, hogyha így lehetne hatni ránk, viszont szép lassan gyönyörű eredményeket lehet elérni, amivel elég erőteljesen lehet minimalizálni a nyaki gerinces tüneteinknek, de nem csak a nyaki gerinces, hanem a mindenféle mozgásszervi tüneteinknek a kialakulását is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem hasznosnak találtad ezt a videót. Ha bővebb anyagok érdekelnek erről, tehát hosszú órák, akkor porckorong.hu-n rengeteg anyagot találsz erről páciensként, kollégaként pedig a Bene Gerinc Akadémián erről is szólnak a képzéseink ennek mindenféle neurológiai, kineziológiai, mozgásszervi hátteréről. Úgyhogy várlak szeretettel ott is, köszönöm szépen a figyelmet!